Használaton kívül áll a nyíregyházi városi úszoda, az talán ez az új defibrillátor. A remények szerint a következő években sem kell majd működtetni a készüléket. Ha viszont mégis így lenne, életet menthet, ezért ajánlotta fel azt az Aqua SE a városi sportlétesítményeket üzemeltető cég számára. Szakács Roland, a klubelnöke úgy fogalmazott, az adományozás mérföldkőnek számít az egyesület életében. Az elmúlt 19 évünkben a tagdíjaink mellett mindig mi csak kaptunk, akár a várostól, vagy azoktól a vállalkozásoktól, akik tó befizetők voltak, és most eljutottunk arra a szintre, hogy most már mi is adhatunk. Elmúlt időszakokban, években karácsonykor voltak adománygyűjtéseink, amikor különböző alapítványokat támogattunk, és most eljutottunk oda, hogy évközben is már megtehetjük azt, hogy mi is adományozunk, és ezért jött ez az ötlet, hogy mindenféleképpen ott, ahol mi egy családként dolgozunk és napi munkában részt veszünk, azt a rendszert, azt a központi épületet, illetve infrastruktúrát támogassuk, mint ez a városi úszoda itt Nyíregyházán. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető cég igazgatója szerint a mostani felajánlás is bizonyítja a kiváló sportszakmai kapcsolatot a két szervezet között. Ugye a érdek az közös, tulajdonképpen mind a ketten azért dolgozunk, hogy a itt dolgozó gyerekek, az itt edzésmunkát végző gyerekek a legjobb teljesítményüket tudják nyújtani a különböző sportversenyeken. Egyrészt ez fontos az, hogy mi milyen pályát adunk, illetve az is nagyon fontos, hogy ők milyen edzésmunkát végeznek. A kettő egyenes nélkül nem működik, és ez pedig csak jó kapcsolatban, közös érdekek mentén lehet tulajdonképpen jól végezni. Az Aqua SE vízilabdázói egy hónapja kezdték meg a felkészülést az új idényre, jövő hét vasárnap pedig elrajtolnak az országos bajnokságok. Az egyesület minden eddiginél több csapatot versenyeztet a különböző sorozatokban. Három csapatunk lesz az országos bajnokságban, a gyermekserdülő és ifjúsági, illetve az Észak-Keleti Ligában 8 csapatunk fog részt venni, és lesz egy új, ami most debütál, az a gyermekkettes országos lánycsapatunk, ami nagyon örömünkre saját csapatunk lesz, de az Egernek a segítségével, azért is, mert onnan 4 gyereket fogunk kettős igazolással igazolni, és most már nem az lesz, hogy a nyíregyházi gyerekek mennek Egerbe, hanem most egri gyerekek jönnek Nyíregyházára, és a fő gerincét ennek a csapatnak a nyíregyházi lányok utánpótlás neveli szempontjából ők fogják adni. Az Aqua SE-nél már készülnek a jubileumi jövő évre, az egyesület ugyanis 2024-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A tervek szerint egy nagyszabású közösségi rendezvénnyel teszik emlékezetessé a jubileumot, amelyen olimpiai bajnok vízilabdázókkal is találkozhatnak a résztvevők.